láttam, hogy művelt, finom, nagyvilági ember. Ne rakja igazán nevetek el. Persze is nő vagy. Kell egyemet mondanom? Ti mindenben belekotyogtok. De ez nektek nincs semmiség. Legfeljebb megbeszőznek titeket. De az uratokat úgy fölkapják, hogy azt se tudjátok, hogy hol iszik, és nem látjátok többet. Hogy beszéltél te az az emberre? Olyan fesztelen voltál velünk, ahogy Dobcsinszkijal. Ezt bíztak rám. Mi nők tudjuk, hogy kell az ilyennek. Veletek már beszélni se lehet. Micsoda új szokások. Én most se tudok felocsúdni. Tánya! Küld el ő excellenciája szolgáját! Itt áll a kapu előtt! Nem tudok szóhoz jutni. Ilyen rangos, tekintélyes ember és szemre úgy senki, semmi. Hát, hogy ismerje meg az ember, hogy kicsoda, micsoda? Hogyha egyenruhát húzna, nem mondom, egy kis kukac. Nemrég a vendégbei hogy komédiázott, micsoda rébuszokban beszél. Én is azt hittem, hogy ítélet napig se igazadom el rajta. De végre beadta a dereket. Úgy megjelent a nyelv, hogy az már sok is. Meglátszik, hogy fiatal. Ide, ide, öreg! Mi az? Az itt már? Meg nem, csak nyújtózik. Mondj csak, hát hogy is hívna? A szépnek kérem, Alássa. Elég legyen már! No, barátocska. Hát, jól tartok? Jól, köszönöm, Alássa. Mondj csak, ugye a gazdáthoz sok grót, meg herceg jár. Jár sok grót, bizony. Jaj, oszip lelkem, hogy milyen csinos ember ez a gazdád. Arra felejtkedve, Sosi, mit szokott? Hagyjátok már abba! Össze-vissza beszéltek, engem is beleszavartok. Hogy is állunk át, öregem? Mi a gazdád rangja? Kérem, amit dukál. Tessék, megint ez a kügye pankatózás. Miattatok nem beszéltek hivatalos dolgokról. No, barátocska. Hát, milyen ember is a te gazdád? Ilyen szigorú? Házsátos? Katonás? Naturátus. Neki mindig az kell, hogy mindig minden rendben. Nekem nagyon tetszik az arcod, barátom. Bizonyára belék ember vagy. Most hát... Azt mondd meg, otthon egyenruhában jár? Fogd már be a szádat, életről, halálról van szó. De nagyon tetszel nekem, barátok. Bizonyára megiszol egy-egy csészet játunk közben. De hűvös még az idő. Tedd ezt a két hubert teára. Oh, köszönöm, Alássa. Adjon érte az Úristen erőt, egészséget. Szegény ember vagyok. Rám fél a segítség. Úgy. Jó szépen adtam. Most azt mondd meg, barátok. Azt mondd meg, milyen szem tetszik a gazdának. Jaj, oszít lelkem, hogy milyen ennivalók is olyan van az a gazdának. Nem fogod be! Hagyjátok már szóhoz jutni! No, barátom, mit szeret a gazdád, amikor így úton van? Mit szeret a leginkább? Hát azt szereti, ha szívesen látja, jól tartja. Jól tartja? Az bizony. Én csak szegény jobbágy ember vagyok. Mégis, mikor eljövünk valahonni, megkérni. Jó szép. Jól tartotta? Jól a fenét, méltóságos uram. Jó mindenit annak a darasos fráternek. Jutasd majd eszembe Pétervárat. Csak legyintek olyankor, mert egy ámbor ember vagyok, kérem. Úgy is kell. Az előbb adtam teára. Leszel még egy kis perecre is. Minek is köszönjük a méltóságos úr jóságát. Ha már nekem tetszik adni, kell megiszom a méltóságos úr egészségére. Ne szavati, ez meg az én egészségemre. Azt itt lelkem, csak folytatom a kis gazdának. Isten akármát tegyen benneteket, mit csaptok ilyen lármát? Takarodjatok a szobátokba, elegem volt belőletek! Gyerünk már sem! Figyelj csak! Észrevettem valamit a vendégünkön, de ezt már csak négy szem közt mondhatom el! Most aztán lesz torcsogás, becsegés. Majd megyek hallgatózni. Nehéz, jobb is ilyenkor bedugni a fülön. Történetünk 15 perc múlva folytatódik.